Először köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám. Én sok kisgyermekkel foglalkozom, futballedző vagyok, mondta Jordi testvér, akit meglepett a díj. Először akkor köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki akár gondol, hogy engem, mert én gondolok, hogy nem csinálok semmit, de sok vagyok a kisgyerekekkel, és a futsal edzők vagyok, és semmi más, nem csinálok semmi más, de köszönöm szépen. Egyébként fiatalon ő is focizott? Igen, majdnem naponta, mert szemináriumban voltunk, és akkor naponta volt a liga, a szemináriumban, mert száz szemináristák voltunk, akkor sok csoport volt, és utána volt, amikor voltam az iskolában, a tanár, volt a csoport, foci csoport is, és liga a másik tanár, a másik iskola. Egyébként más sportot is űzött? Igen. A sport nekem mindig tetszik. Nem csak a foci, hanem a bicikli, úzás, a sétálni, a skejre, alpinista. Nagyon tetszik nekem ezt, egy ciklista. Ez az alpinista dolog, ez azért érdekel bennünket, hiszen itt az Alföldön nincsenek hegyek, de hogy ahonnan önök jöttek, azért van. Amikor én mentem Karszagra, láttam, hogy... Jöttem Karszagra? Jöttem Karszagra, láttam, hogy ez Pireneus nem hasonló, hanem hasonló a tenger, mindig lapos, de már voltam a Paraguayban, nei nyáron, és minden lapos, akkor ahol mondta a főnök, akkor én megyek. Most itt vagyunk, és szerintem nagyon jó. Én azt gondolom, hogy a Szent Elmaristának a foci csapatai azok sokat köszönhetnek önnek. Én jó munkát kívánok önnek, és sok sikert a csapattal. Uh-huh. Én szeretném mondani, hogy a sport a gyerekekkel nem a fontos nyerni vagy kikapni, hanem tanulni, mint egy ember. Tanulni, ki vagyunk. Akkor egy csoport vagyunk, és játszunk együtt, de nem mert akarunk nyerni vagy kikapni, nem. Mert akarunk jobbni, lenni mindig. Jobb lenni. Szerintem a sport és min a zene, min a másik, és egy kultúra, és egy medio. Eszköz, hogy a gyerekek tudnak lenni jó ember. Szerintem a legfontosabb nekem ez. Nem a legfontosabb lenni egy jó focista, egy Messi, egy Ronaldo, hanem jó ember. Nekünk nagyon fontos lenni jó ember és jó keresztény. Ez a fontos.